A háború kezdete óta a magyar kormány mintegy 400 tonna humanitárius segélyt küldött Ukrajnának. Az adományokat az Ökumenikus Segélyszervezet juttatja célba, például Lvivbe, Csernyivcibe és Ternopilba. Az adományok egy része Kárpátalján marad. Ezt a megye 6 régiójában osztották szét, többek között 188 menekült szállásnak segítettek. Jelentős mennyiségű élelmiszer, gyógyszert adtunk át a kárpátai megyei katonai politikai adminisztrációnak, és ők hát a saját logisztikai rendszerükön keresztül jutatták tovább azokba a városokba, ahol harcok folytak, annak az érdekében, hogy a lakosság el legyen látva élelmiszerrel, higiéniával, gyerek étellel és gyógyszerekkel. A 188 menekült szállás kapott eddig segítséget az Ökumenikus Segélyszervezettől. Ez a 188 szállás 61 kistérség területén van, és hát ezt felolvasnám. A háború kezdete óta 46.676 kg élelmiszer, 17.000 kg higiéniai árut, 3.531 gyermekárut, összesen 67.217 kg humanitárius segélyt szállítottunk ki a belső menekültek ellátására. 16.278 embert értünk el. A héten elindulnak a segélyszállítmányaink a Baranyai, Szerenyei, Csapi és Nagybégányi kistérségekben. Ez 803 ember számára 15 menekült szállásnak megy ez az áru. És most hétfő-kedden már hozzájárultunk egy 3,5 tonna élelmiszerrel egy olyan segélyszállítmányhoz, amely Bucsa városába megy és Harkovba. Hát a munka folytatódik, most várjuk jövő héten, kedden jönnek a további szállítmányok, és azt a Lembergi Lovi irodán közreműködésével ezek a szállítmányok tovább lesznek küldve Kijev felé, és több Zaporizsia és több nagyváros irányába. Most már azt mondom, hogy a logisztikai rendszer egészen jól működik. Mi eleve avval indítottunk, hogy az összes ismert menekült szállásnak ki volt küldve egy kérdőív, amit ki is töltöttek a legtöbb helyen, és így alapjában véve olyat szállítunk, amire szükségük van. És most már azt is elértük, hogy rendszeresen jönnek ezek a kérelmek, és így tudjuk tervezni, egyrészt meg tudjuk rendelni a szükséges árut ugye Budapestről. Nem mindig sikerül, sajnos, de amiben csak tudunk, segítünk. Élelmiszer, higiénia, a gyerekeknek való étel és különböző gyerekek ellátása a szükséges áru, plusz gyógyszer. Úgyhogy most egyre nagyobb mennyiségben érkeznek gyógyszerek. Most is fog érkezni egy adománya a Kárpátai megyei kórháznak. A gyógyszer esetében mi mindig együttműködünk az egészségügyi szakszolgálatokkal, mivel nem vagyunk arra hivatottak, hogy gyógyszert osszunk. A menekültek Kárpátalján és az ország több régiójában a legtöbb esetben iskolákban, óvodákban, esetleg kollégiumokban vagy más intézményekben vannak elhelyezve. Ezek az intézmények természetesen nem arra voltak berendezkedve, hogy akinek szolgáltatást kell nyújtani, azoknak az embereknek a száma az meg háromszorozódik, vagy talán még jobban megnő. Úgyhogy ezért van egy külön csapatunk, akinek az a feladata, hogy meglátogatja ezeket a szállásokat, és felméri, hogy milyen felszerelésekre van szükség. Úgyhogy eddig a március 3 és 27 között vásároltunk 15 mosógépet, 9 bojlert, 7 hűtőt, 4 mikrohullámú sütőt, 4 tévét, 3 fagyasztót,
wifi routereket például, szárítógépet, és 9 helyre pedig különböző konyhai felszereléseket vásároltunk. Tehát minden szállást meglátogatunk, és az ott felmért igények alapján utána nagy kereskedelmi egységnél vásároljuk ezeket az eszközöket itt Ukrajnába, és szállítsuk ki helyben.